Gyurcsó ugye idén kézbe jött, ő is már 4 gólt szerzett. Gyurcsó adja középre a labdát, ott a fejes, és a gól vonalról sikerül Uzomának tisztáznia, majd most már mutatja Solymosi, szabad rúgás lesz kifelé. Itt Henti fejesénél, nagyon-nagyon jó helyen volt Uzoma. Nem mozdult el a kapufától, és ez eredményezte, hogy nem szerezte meg a vezetést. Puskás Akadémia rögtön a mérkőzés elején. Nagy Gergő, Banó Szabó, visszaszerzi a labdát, Gazdag, Banó Szabó veszi át, és kerül gólhelyzetbe, még egyel tovább, és megszerzi a vezetést. A Honvéd a 6. percben. Lanzafame gyakorlatilag először ért labdához, és már is 0-1. Itt úgy nézett ki, hogy ez gond nélkül a Puskás Akadémiái lesz, de Banó Szabó visszaszerezte. Itt nincs les, mert Banó Szabó ér hozzá, és a labda mögül érkezik Lanzafame is. Úgyhogy a gól szabályos. Ez minden esetre Van Nieuwtől egy elég nagy hiba volt. Hiába kezdett jól a Puskás, a Honvéd vezet. És azzal, hogy Banó Szabó átvette a labdát, nem hagyta a társnak, gyakorlatilag a lest is megakadályozta. Most tudja jobbra tenni. Van Nieuw. Van Nieuw lő fölé. Bajnokságban még nem szerzett gólt. Kupában már ő is betalált. Egyébként 18 gólt lőtt ugye a Puskás, 14-et most már. Nagy a helyezkedés középütt. Jön Tuivel, ő szerzi meg. Nagyon szépen nyúlt föl a kapus. Az első számú kapuvédőnek. Igazolt Lefkovics Robi még változatlanul sérült. Visszakapja Banó Szabó, ez is jó, Kesztyűs hagyta Gazdagnak, Gazdag pedig szépen lépett volna ki. Itt el is hozza. Hadzsiev, bocsánat, Hadzsiev volt, Henti. Henti, szép, Sós kap jó labdát, és adja középre, Gyurcsó fejjel, és bejut a labda a kapuba. 1-1. Némi szerencsével, de Gyurcsó találkozik a labdával, és ha már találkozik, akkor ennek a találkozásnak gól a gyümölcse. Gól születik. Itt látjuk Sós beadását, és aztán jön Gyurcsó fejese, és hozzáér Lovrić. Róla megy be. Lovrić melléről, ez téveszti meg a kapust. A jobbra már elmozduló Tuivelt. Innen lehet talán majd a legjobban látni, nem, mert pont a kapustól nem látjuk. Ilyes szerelés volt Knežević, Gyurcsó indul. Gyurcsó nagyon nagy labdát kapott, Gyurcsó lő, Tuivel véd, és a kipattanónál kirugás lesz. Gyurcsó kilép, kicsit kisodródik, de az képest remekül lövi vissza. Tuivel szépen zárta a rövid sarkot. Hosszú irányába ment volna a labda, de jó helyen állt a kapus, és jobban ki tudta rugni. Beemeli, Vanacek, Uzoma elvéti, Sósé így a labda. Sós megpattan egy lábon. Gyurcsó a túloldalon. Gyurcsó. Huszti emeli be újra, Vanacek, ez fölé pottyan. Nagy Gergő. Ez jó labda, gólhelyzet, és leszedi a labdát hegedűs Banó Szabó lábáról. Szép Alizsi perdítés, és Banó Szabó el akarja húzni a kapus mellett. Igaz, elég közel a kapushoz, nem tudja, nem akarja, vagy nem meri átemelni, vagy megkísérelni az átemelést. Kimaradt egy újabb Honvéd helyzet. Banó Szabó helyett jön Mutari a Honvéd együttesébe. A Nieuw szépen lábról lábra eddig.
Ach! Tuivelnek kellett hozzáérnie. Majdnem bement ez a távoli nagy Zsolt lövés. Rövid sarok felé, meg is csúszik, és ott a lehetőség Meissner előtt. Majd Batik keze. Gyorsan Tuivel el is rúgja onnan. Mutari megy érte. Igen, Batik karjára esett a labda. Gyurcsó. Jó fejes. Henti fejelt fölé. Ügyesen mozgott a labda felé. Erő is volt a piccentésben, a mozdulatban. Itt van Kis Tabás Sós Bence helyére. Fel majd be. A Nif rárugja Tuivel. De Tuivel odalépett és megfogta. Batik. Uzoma jön le végül. Sőt, már le is ment a túloldalon. Lanzafame. Lovrić. Gazdag. Mutari újra gazdag, szép csel, gazdag, még egyel tovább, nagy játék, gazdag, micsoda gólt lőtt a Honvéd, azt a mindenségit. Gazdag a gólszerző, és hát ez futballélményekben gazdag délután így. Lekészítik neki még egy mozdulat, és aztán ballal átemeli. Lovrić. Gazdag, Mutari is hozzáér, újra gazdag. Ez szép. Érzékkel visszateszi Vadóc. Itt. És ez a nagy csel a végén. És most a Puskás cseréje. Huszti helyére érkezik Spandler. Vanacek le is jön. Az ő helyére érkezik Tamás Nándor. Nem bírja Kamber. Az ő helyére érkezik tehát Kálnoki Kis Dávid. És most van vége a mérkőzésnek. Idéglenes edzője Alessandro Recenti vezetésével győzni tud a Honvéd a Puskás Akadémia ellen 2-1-re, mert itt most nem a pályára lépő támadók száma határozta meg, hogy milyen eredményes és hatékony támadójátékot játszik egy csapat, hanem az, hogy mennyire tudta az elképzelését ráerőltetni az ellenfélre, és akkor, amikor a mérkőzésben igazán nem volt benne az, hogy itt gól születik, hiszen eléggé egymással birkóztak a csapatok a pálya közepén, akkor Gazdag Dániel és az egész Honvéd egy olyan akciót vitt végig és vezetett végig, amely tényleg tanítani való, és amely tényleg még a Honvéd történelmében is az egyik legszebbnek gondolható az elmúlt 50 vagy 100 esztendőben.